A Fidesz 3 éve kormányoz 2/3-dal, ehhez képest hatalmas a fejetlenség, a káosz, a bizonytalanság a nyugdíjrendszerben. Hétfőn a parlamentben 2 dolog derült ki. A jelenlegi és a jövő nyugdíjasait érintően. Az egyik, hogy a kormány átverte a jövő nyugdíjasait, és gyakorlatilag ma sem lehet tudni, hogy az egyéni nyugdíjszámlákkal mit akarnak, mi fog történni. Kiderült az is, hogy volt nyugdíjpénztári tagok nem kapják meg az állami egyéni nyugdíjszámlának korábbi befizetéseiket, 12 év megtakarítását vették el. Átlagosan 1-1 millió forinttal károsult valamennyi nyugdíjpénztári tag. A másik, ami kiderült ezen a hétfői napon a parlamentben, interpellációs kérdést tettem föl Soltész Miklós államtitkár úrnak, a szénkülfejtéses bányatérségben dolgozó munkavállalók bányász szakmai nyugdíját érintően, illetve átfogóan a bányász társadalmat foglalkoztató nyugdíj kérdésével kapcsolatban. Ebből kiderült az, hogy nem mernek a bányász emberek szemébe nézni, csak hitegetik őket 2012. január 1-je óta, jogos járandóságukat vették el, amikor a bányász nyugdíjat elvették. Ami a magánnyugdíj pénztári vagyont illeti, az elmúlt évben az Orbán kormány elvette a 3 millió ember pénztári megtakarítását, felélte a kormány 3 millió ember magánnyugdíj vagyonát. Ezekkel az intézkedésekkel kockáztatják a jövőt, az aktív dolgozók nyugdíját. És ha járunk-elünk az utcán, ezzel szemben megjelennek a különböző plakátok. A plakátokon az van, hogy megoldják a nyugdíjakat. Hát, ha ez a megoldás, akkor úgy gondolom, hogy ebből nem kérünk. A külfejtéses, szénkülfejtésben dolgozó bányászok 2012. január 1-je óta hiába várják Gyöngyösön, Visontán, Bükkábrányban, hogy korábbi jogos juttatásukat, az úgynevezett bányász nyugdíjat visszakapják. A kérdésem az interpellációban arra irányult, hogy mikor állítják vissza a jogos járandóságukat, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár ellátásról és a szolgálati járandóságról. Számos hitegetés volt, számos levélváltás volt az érdekképviseletek, a bányászképviseletek, illetve a minisztérium között, és számos megmozdulás is volt a bányászok részéről. Gyakorlatilag az aktív dolgozókat hitegetik, a nyugdíjasokat, valamint a szakszervezeti tagokat. Szeretném elmondani, hogy ők nem kegyet kérnek, hiszen az itt dolgozók különböző mérésekkel kimutathatóan 70-80%-uk éli meg csupán az öregségi nyugdíjat, 20-30%-uk nem éli meg az öregségi nyugdíjat. Tehát ezért is mondom azt, hogy itt jogos járandóságról van szó, amelyek különböző mérésekkel, gyakorlatilag fiziológiai elhasználódással magyarázható, hogy ezek jogos járandóságok. Itt jogosan kérik a bányászok, úgy a külszíni bányászok, hogy tárgyaljanak velük, a szakszervezetekkel, érdekképviseletekkel, és állítsák helyre a 2012. január 1-én elvett járandóságokat.